Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örökké, amen! Kedves testvéreim, a mai szent misénket a Hozsanna énekeskönyv 227-es énekének első verszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban, és otthonaitokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával kapcsolódtok be a Szentmise ünneplésébe. Ezt a mai Szentmisét az adakozó kérése szándéka szerint a jó halál kegyelméért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért ajánljuk föl. Szent Jeromos áldozópap emléknapja van, aki Isten igéjét, a Szentírást mély érdeklődéssel és szaktudással tanulmányozta, és az eredeti nyelvekből latinra fordítva közel hozta a Biblia üzenetét Európa népeihez is. Az igére épül az életünk Jézus Krisztusra és Isten kimondott szavára. És most ilyen szempontból vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy tudunk-e Isten igéje szerint élni, életté tudjuk-e váltani az Úr szándékait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságot, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te Szent Jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Hadd, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, s megtaláljuk benne az élet forrását.
A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Zakariás próféta így mondja el látomását. Fölemeltem tekintetemet, és látomásban láttam egy férfiút, akinek kezében mérőzsinór volt. Megkérdeztem tőle, hová mégy? Azt felelte, megmérem a szent várost, Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a szélessége, és mennyi a hosszúsága. Akkor az angyal, aki hozzám beszélt, elindult, és egy másik angyal jött eléje. Az előző így szólt hozzá, siess, és mondd meg ennek az itt álló ifjúnak, nem övezi majd fal Jeruzsálemet a benne lakó emberek és állatok sokasága miatt. Ezt mondja az Úr. Magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek a dicsősége. Örülj és újjong Sion leánya, mert íme eljövök, hogy nálad lakjam. Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon, és az ő népévé lesz, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen az evangéliumban felragyogtatta az örök életet. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Véssétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az ember fiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, Szent Jeromos, 340 körül született Dalmáciában. 20 éves korában Rómába került, és itt a katakombákban készült fel a bensőséges keresztény életre. A tanulmányai befejeztével 373-ban a Szentföldre készült, de útközben Antiókiában megbetegedett. 380 táján Paulinus püspök pappá szentelte, és majd felépülve a betegségéből a Kalkisz sivatag remetéihez csatlakozott. Tökéletesen megtanult héberül, hogy minél jobban megérthesse az Ószövetséget. 382-ben visszatért Rómába. Első Damazusz pápa megbízta a teljes szentírás szövegeinek kijavításával az eredeti szövegek alapján. Majd
lefordította a héber és az arám nyelvekből az egész Szentírást. Ez a Vulgáta kiadás latin nyelven. És Szent Jeromosnak köszönhetjük azt, hogy egészen hitelesen ismerhetjük a Bibliának a szövegeit, hiszen az idők folyamán készültek más fordítások. Tudjuk jól, hogy már az Ószövetségnek is volt egy 70-es, úgynevezett 70-es fordítása a görög nyelvre, és egyéb írásos beavatkozások is a Szentírásnak a szövegét, talán bizonyos tekintetben, szavak használatában kicsit módosították, de Szent Jeromosnak a tudományos és kutató munkája egészen az eredeti szövegekre vezette vissza a Szentírás tanítását. Fontos tudni róla, hogy Betlehemben sok időt töltött az Úr Jézus születése helyén. Most is, amikor elmegyünk a Szentföldre zarándokolni, most is lemegyünk az úgynevezett Szent Jeromos barlangba, amely Jézus születési barlangjának az egyik mellékága, valójában közel van az Úr Jézus születése helyéhez. Figyelemre méltó Szent Jeromosnak az írása, megjegyzése Izaiás könyvéről, amit a mai Zsolozsma második olvasmányaként elolvashatunk, amelyben leírja azt, hogy valójában Izaiás próféta könyvében már ott van az egész üdv történelem, és szinte mindent megtudunk arról a küldöttről, aki nem más, mint maga az ige, az Isten fia, ami megváltónk, hiszen a próféta mindenről beszámol, a szűztől való fogantatás és születéstől kezdve, egészen a szenvedő szolgáig, aki váltságul adja életét sokakért. Szent Jeromos ünnepén a lelki életünkre tekintve meg kellene vizsgálnunk azt, hogy milyen viszonyban vagyunk a Szentírással. Nagyon fontos, hogy mindennapi lelki táplálékunk legyen a kinyilatkoztatás, és ahogyan Szent Jeromos mondja, a Biblia egésze az örök igéről szól, Jézus Krisztusról, hiszen, ahogy János evangéliuma mondja, ő az ige, az Isten kimondott szava lett testé, amikor közénk jött. Az Úr Jézus Isten élő igéje, ki közvetlen kinyilatkoztatást adott a szerető és irgalmas mennyei atyáról, aki az életünket és örök boldogságunkat akarja. És mielőtt valóra váltotta engedelmes küldetésével a mi megváltásunknak áldozatát, megtanított minket az Úr Jézus arra, hogy a mennyei atya szeret bennünket, és mi az ő gyermekei vagyunk. Így tehát a Szentírásnak bármelyik részét is olvassuk, mindig az Úr Jézushoz kerülünk közelebb. Ezért olyan fontos, hogy egy jó elhatározással tegyük mindennapi táplálékunká Isten igéjét, és ahogyan tudjuk, a természet rendje szerint a földi táplálkozás életet ad, hogy tudjunk tevékenykedni, hogy el tudjuk végezni a feladatainkat, hogy legyen erőnk, így a lelki táplálkozás is a keresztény élet megéléséhez szükséges, hogy helyesen és hitelesen tudjuk a krisztusi életet élni. Ezért táplálkozunk egyrészt az ő igéjéből, másrészt pedig az ő szent testéből és véréből az Eukarisztiában.
A Szentírást mindig nagy gondossággal, odafigyeléssel kell olvasnunk, a kinyilatkoztató Jóisten szándékait kell keresnünk, ezért hasznosak azok a magyarázatok, útmutatások, amelyeket a Biblia kiadásainkban is megtalálunk, vagy külön hasznos olvasni olyan úgynevezett kommentárokat, magyarázó könyveket, amelyek segítenek helyesen eligazodni a Szentírás tanításában, amit mindig egységében kell néznünk, önkényesen soha nem ragadhatunk ki egy-egy gondolatot kényünk, kedvünk szerint, mert mindig Krisztusra, a megváltóra, a megtestesült igére kell a figyelmünket irányítanunk. Szent Járomos egyház tanító áldozó pap emléknapján tehát gondolkodjunk el a Szentírással való kapcsolatunkról, és határozzuk el, hogy nap mint nap táplálkozunk Isten igéjéből is. Amen. Testvéreim, Szent Járomos közvetítésével ismerhetjük Isten kinyilatkoztatott szavát. Kérjük, hogy közbenjárására megszeressük és olvassuk a Szentírást. Nyisd meg, Urunk, értelmünket, hogy helyesen értékeljük és megértsük kinyilatkoztatott igédet. Adj erős akaratot, hogy hűségesek legyünk a napi Szentírás olvasásban. Erősítsd bennünk a jó szándékot, hogy tettekre váltsuk azt, amit a Szentírásból, mint a te akaratodat megismertünk. A Szentírás naponkénti olvasásával növeld az irántad való szeretetünket. Engedd, hogy megőrizve igazságaidat, egykor eljuthassunk hozzád a teljes igazsághoz. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szabadítsd ki, Urunk, a szenvedő lelkeket a tisztító tűz megpróbáltatásából, és add meg az irántad hűséges lelkeknek az örök élet ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, benned nyilatkoztatta ki gondviselő Istenünk az üdvösségünk elnyeréséhez szükséges teljes igazságot. Kérünk add, hogy Szent Járomos példájára és közbenjárására mi is oldhatatlan szeretettel szeressünk, és a Szentírás napi olvasásával egyre jobban megismerhessünk téged, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. A 227-es ének felajánlási verszakával folytatjuk a Szent Misét. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére,
mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Add meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy Szent Jeromos példájára elmélkedjünk szabadon, és ezt az üdvösségszerző áldozatot mind készségesebb lélekkel mutassuk be fölségednek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Jeromos áldozópap egyháztanító ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük és vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről,
a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Jeromos áldozó pappal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szentáldozás alatt, testvéreim, a 114-es éneket énekeljük.
Most pedig testvéreim, a lelki áldozás imája következik. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei lakomád, amelyben örvendezve részesültünk, Szent Jeromos ünnepén, serkentse híveit szívét, hogy a szent tanításra figyelve megértsük, amit kinyilatkoztattál, és azt követve elnyerjük az örök élet jutalmát, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, az örök ige érkezését Gábor angyal szavai tolmácsolták a szűzanyának. Ezt idézzük fel a szentmise végén a 196-os ének első és második versszakával. Most pedig áldást kérek minnyájatokra, hogy Isten igéjéből éljünk minnyájan, jelenlévő gazdagréti testvéreim, a kedves média apostolok, az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézői egyaránt, így fogadjátok Isten áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istenet legyed, Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárkozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, reméljek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek.